funkciót látott el itt az épületbe. Szerintem érdekes séta lesz, gyertek, kövessetek minket. Hát most bemegyünk a bánya épület főbejáratán, ahol egykor én is sokszor bejöttem. Én is nosztalgiával gondolok az egészre. A múltamból egy jelentős rész volt ez. Itt mutatja is a tábla, hogy a bányamentő szertár. Igen, tehát ez egy komplett épület volt. Itt minden megtalálható volt. És ez mi itt rögtön az első vájú? Ez is a csizmamosó? Ez is csizmamosó, ugye volt itt baloldalt, az épületnek a baloldali részén volt az úgynevezett vendégfürdő. Ugye a bányában gumicsizma használata volt a legpraktikusabb, mert sok helyen vizek voltak. És az ember, hogyha levetkőzött a csizmát, ezt érdemes volt szépen lemosni, a szekrénybe tárolni, nem sárosan, ahhoz ezek a dolgok. Itt erről az oldalról beszélünk, itt volt a vendégfürdő valahol. Ez ruhatároló volt, tehát amíg téli időszakban... De a bal oldal, tehát valahol itt volt. Tehát szemben van. Tehát a falon még... Az volt a vendégfürdő. Igen, csapos, tehát a tusolós megoldása, azért van mennyezeti csempés. Itt ez egy viszonylag új fal. Igen, a bánya bezárás követően, tehát mikor az aktív termelés megszűnt, akkor a felső szinteket úgy tudom, hogy már lezárták, tehát az élet csak ezen a szinten zajlott, amíg szivatjuk ezelőtt meg egyebek, tehát a fürdőjük itt volt, és valószínűleg, hogy nekik alakítottak itt valamit, amiről nekem már nincs tudomásom, én álmi bánára átkerültem. De ez elég komoly, nagyméretű vendégfürdő volt. Milyen létszámú vendégek fordultak itt meg körülbelül? Egyszerre ugye nem volt nagy létszám, de hát azért, akkor volt a veszprémi irányítás alá került a veszprémi tösztet, onnét mindig jöttek magas beosztású személyek, akik megnézték a bányát a lőirányításuk után, hogy hogyan hajtják végre itt a dolgokat. Eljöttek személyesen, megnézték, és akkor itt szerintem van női meg férfi külön. Ja, tehát hogy... vendégek esetenként. Hölgybányászok is voltak. Hát nem bányászok, hanem a vezetésben voltak ők is. Hát én többször találkoztam lent a bányába női vendégekkel, tehát akiket végigvezettek a bányán. Értem, ez egy érdekes rész, azt mondta nekem, hogy itt tárolták a kabátokat. Igen, téli időszakban, amikor ugye hideg volt, az ember nagy kabátba jött, akkor azokat itt le lehetett adni, az nem fér bele a kis szekrénybe, azokat itt le lehetett adni, mikor az ember megérkezett, és műszak végén fölvételezte, és akkor mehetett haza. Sétáljunk tovább itt az épületbe. Itt velünk szemben van egy nagy csarnok. Igen, ez ugye felírás szerint az ajtó fölött föl is van írva, hogy felolvasó. Mi csak faléznak neveztük annak idején. Faléz? Honnan jött ez a név neki? Hát ezt nem tudom, de a bányászokban rengeteg német szó van, kifejezés, mivel hogy talán a bányászat hajnalán nagyon sok német segítség érkezett, és nagyon sok maradvány szavunk van. Például a múltkor rendeztünk is a kultúrházba egy vetélkedőt a régi bányász kifejezésekkel kapcsolatban, hát ahol még engem is értek meglepetések, nagyon sok német szó. Most, hogyha az ember egy baráti társaságban elkezdünk beszélgetni, és volt bányászok egymásra, azok a kollégák, akik nem voltak bányászok, csak nagyokat néznek. Hogy... Hát akkor menjünk a falézba, nézzük meg, mi is ez a faléz. Tehát ez volt talán a legnagyobb helyisége a bányának, ahol műszakváltáskor a már munkásruhába átöltözött emberek ide lejöttek, itt végig padok voltak, ez a oszlopoktól jobbra lévő részen voltak a bányászok, akik, hát úgy mondom a bányászokat, mert a bányászoknak mondják én magamat is, de igazából én iparos voltam. Tehát a bányában ugyanúgy minden szakma megtalálható, mint a civil életben, egy külszíni gyárban. Vannak emberek, akik mindenféle fajta szakma van. Vannak, akik a szállítással foglalkoztak, voltak, akik a fejtésen dolgoztak, ahol effektíve a széntermelés folyt, és voltak emberek, akik ugye elővárások, ahol a vágatokat hajtották ki, aminek a közét később ugye frontfejtés lefejtette. És akkor volt a kiszolgáló személyzet, az iparosok, lakatosok, villanyszerelők, akik a technikai berendezéseket megépítették és karba tartották,
Tehát ez volt az üzemi tárgy. Hiszen szükség volt mindehhez, hogy működjön a bánya. Mindezekre, hogy működjön a bánya. Ez itt valami kis kantin volt nekik? Nem, ez itt egy könyvtár volt. Könyvtár. Hát, aki... Hát most a méretét elnézve azt kell mondanom, nem sokat olvastak, valószínűleg nem volt rá idő. Igen, hát idő nem sok volt, de ha valakinek mégis kedve szottyant, akkor itt egy pár kötetes kis könyvtár volt, és én lehetett könyveket kikölcsönözni. És akkor tulajdonképpen itt irodahelyiségek és a mellékhelyiség, ami... Igen, ami... az utolsó kettő mellékhelyiségek, és itt volt a bányamesternek, főaknásznak, aknászoknak az irodáik, ahol műszak kezdetén, meg műszak végén a bányával történt dolgokat elkönyvelték. Tehát itt írásos emléke van mindennek, tehát itt mindent lekönyveltek, mikor mi történt a bányával. Igen, én valamilyen hasonlót láttam is itt a hátsó irodában. Papírnyomukat. Közben, mint hogyha indulnának a gépek, úgyhogy szerintem hamar, gyorsan szaladjunk le az alaksorba, mert ott van érdekes dolog. Szóval itt könyvelték. Tehát igen, itt az írásos emlékeiből esetleg lehet találni a műszakokat, tehát a közvetlen munkavezetők, az aknászok, villamosművezető, lakatos művezető a műszakokat ítélyezték meg, meg hát a egymás után következő szakoknak a munkái vezetőik megbeszélték, ők mit dolgoztak, és mit kell a következő szakon. Tehát a munka átvétele, átadása is történt. Annyira nem kell ám idegeskednünk, mert megkerülik az egész területet, és úgy fognak bejönni ide bontani. De ott lesz szerintem, nem fogunk hosszú időt eltölteni. Amikor az embereket eligazították, kinek mi lesz a munkahelye, mit fog dolgozni, amikor ezek... Itt volt fönt az öltözője az ide való bányászoknak. Igen. Az itt dolgozók itt a felső két szinten öltözködtek, volt időszak, amikor több mint 1000 fizikai állományú dolgozó volt, ami nap mint nap átöltözött és lefüldött. Az igen, akkor azért itt szükség volt arra, hogy... Bányászok a eligazítás után mentek lefelem. Ez itt a programház. Itt soha nem volt olyan, hogy elfogyott volna a melegvíz. Tehát annak soha nem volt olyan, hogy ne tudott volna valaki lefürödni a melegvízről, szerintem. Elég méretes kazánház volt. Igen, hát most ha belegondolok, itt ezer embernek a fürdése műszakonként, ezeknek az létesítményeknek a fürdése téli időszakban, itt rengeteg hőt kellett el. Igen? Áttérő. Ez volt a célom, kamra. Na ezt már nem fogjuk tudni megmutatni, mert sötét van. Itt vettük fel a CO készülék, az egy egyéni védőfelszerelés, ugye a bányába előfordulhat. Tehát az egy életmentő volt a bányászat. Igen, szénmonoxid, ez a készülék, szűrés készülékei voltak. Fél órás bevetési idővel, hogyha valami olyan probléma volt, hogy valahol tűz volt a bányába, az elegendő időt szolgáltatott arra, hogy a bányát át tudjuk hagyni. És ugye a szénmonoxid az nagyon erős vérvéreg, az ki kellett az ember szervezetéből. Igen, hát azt a napokban is rendszeresen halljuk, hogy ölt a szénmonoxid. Itt valódalt volt a lámpakamra. És ez mi ez a tábla? Ez az úgynevezett márka tábla. Ide a leszálló állomány, ugye itt vannak a műszakszámok, már el vannak hallványokban, amilyen műszakot az ember kapott, hogy hova kell neki menni, arra felakasztotta a márkáját. És amikor valami probléma történt akkor a bányában, azon tudták, személy szerint is tudták, mert mindenkinek volt száma. Én például 686-os voltam itt a bányánál, és amikor letettem valamelyik munkahelyre a márkámat, ha valami történt, akkor tudták, hogy a bánya melyik térségében van. Itt van is egy felirat, hogy leszálló. Tehát ez nem repülőgép leszálló, hanem ez a bányászoknak. Ugye itt két, volt, amikor két tábla volt, mert volt olyan időszak, amikor a műszakváltás lent az akna alatt volt, ami de nem sokáig volt, amikor a leszálló állomány kiszállt a vonatból, és ha már a műszakját letöltött állomány beszállt a vonatba és kijött. És akkor azért volt, hogy leszálló, meg a lent lévő állománynak is külön táblája volt, hogy keveredés ne legyen. Tehát meg volt jelölve A, P, C, szak.
Itt ezt az előbb elárultuk már odafönt, ez ugyanolyan csizmamosó. Ez a csizmamosó, igen, ott a bányában, hát a népviselet a gumicsizma volt, hát ott Bakancsban nem lehetett, mert már sok helyen víz előfordult, és ebben bennünk kiszik, kijött a bányából, sáros gumicsizmával, itt szépen lemosta, és úgy ment fel a fürdőbe, mert hát ezt tárolni kellett. És hát ne legyen mocskos, igen, a szekrény. Hát a szekrényünk az nem volt. Ez micsoda? Ugye ez a lámpokomra, itt voltak a töltők, ugye villamos hálózattal ellátva, és akkor az alatt a két műszak alatt még az ember otthon pihent, a lámpáját töltődött. Ott volt a sarokban a lámpamesternek a... Hiszen akkumulátor volt a lámpákban, amit javítani kellett. Igen, itt adták ki a benzin, biztonsági benzinlámpákat, ugye az viszont a biztonsági benzinlámpa, az több funkciós volt, ugye mérte a levegőnek az oxigén tartalmát 17% alatt a benzinlámpa elaludt, ami már nem volt alkalmas a légzésre. Ha valahol feldúsult a széndioxid, azt is lehetett vele mérni, mert akkor ugye a lámpa elaludt, és még volt még egy funkciója a benzinbiztonsági lámpának, hogy a metánt is, metán jelenlétét fel lehetett vele fedezni, mivel hogy rajt volt az a szűrő, ilyen fémhálóból, a bekerült metán meggyulladt, de onét gyújtóképes sziklát nem tudott kiadni, tehát a környezetét megóvta a gyulladástól. És ebbe a szekrénybe tárolták a mindenféle kegyszereket, ami kellett a lámpához, a lámpajavításához való alkatrészek. Így van. És amikor már fölvették a bányát, ez a súlyfürdő. Tehát abban az időben arra is gondoltak, hogy a bányászat az nagyon kemény munka volt, reumatikus megbetegedések, egyebek, és ez volt a súlyfürdő, ahol... Tehát volt, akinek fájt valamilyen, az jött és gyógyította magát. Masszíroztak itt, volt itt alkalmazott, egy időben nejem is volt itt. Masszíroztak, volt tangentor, az a víz alatti sugármasszázs, és akkor a súlyfürdő az viszont az a súlyterheléses lógás. Azért, hogy belőle, mert egyszer meg is lehet. Hát csak nem fogjuk látni, mert nem hoztam a lámpát magammal. Nem gondoltam, hogy alámerülünk. Jó lesz az. Hát itt betemették a medencét. Igen. Mi látjuk, de a kamera nem tudja megmutatni, úgyhogy... És akkor itt az a pár méter után volt a lépcső, ahol a bánya udvaron kötöttünk ki, ahol már a villanymozdony várta a leszállókat. Egész kis személyszállító vagonok voltak ezek. Ugye a bánya nem túl nagy tér van a bányában. Nagyon szükösen voltunk, de mégse kellett gyalogolni, le tudtunk bányába menni. Vonattam már. Köszönjük szépen, és akkor, ahogy mondani szokták, jó szerencsét! Jó szerencsét!